Egyetlen játékkritika van a csatornán a 2001-es Silent Hill 2-ről, amit körberajongtam, és kifejtettem, hogy miért jelent nekem annyit. Nem igazán gondoltam volna, hogy lesz újabb, de megjelent a remake, és borzasztóan vártam, konkrétan soha nem vártam még játékot ennyire. A léc magasan volt, de bizakodva vetettem bele magam a kalandba. A végeredmény felülmúlta az elvárásaimat, és sikerült azt hozni, amit ma egy újrafeldolgozásnak kell. A sztori ugyanaz, James Sunderland levelet kap 3 éve halott feleségétől, Marytől, aki Silent Hillben vár rá az ő különleges helyükön. Hősünk nem tudja, hogy lehetséges ez, azt sem tudja, hogy miért megy a városba, de ez ad értelmet, célt az életének, hogy bekapja a válaszokat, amik egy szörnyekkel teli, ködös és nyomasztó helyen átvezetnek. Történelem órát most nem terveztem, illetve jobban belemerülni a franchise-ba, kicsit erről beszéltem a korábbi videóban, aminek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Arra sem szeretnék kitérni, hogy a Konami miért van tele idiótákkal, inkább csak örülök, hogy végre valamit nem szartak el teljesen. Ellenben a játékot fejlesztő lengyel Bluebird Teamre muszáj kitérni, mert piszok nehéz dolguk volt. Ők készítették a Layers of Fear-t, a Blair Witch-et vagy a The Mediumot, ez utóbbi egyébként a legSilent Hill-esebb dolog volt az elmúlt sok évből, úgyhogy én maximálisan bíztam bennük, és nem kételkedtem, hogy igényesen nyúlnak majd az alapanyaghoz. Kezdjük a legszembetűnőbb dologgal, a grafikával, látványvilággal. Olvastam olyat, aki szerint túlzók a fényárnyék hatások, totális kreténség, illetve akadtak FPS dropok, bugos kameranézetek. Ezekből én egyetlen egy hibát tapasztaltam, egyszer egy szűk térben forgás közben volt egy kis villódzás, de ennyi. A játék elképesztően jól néz ki, jól használja a ködöt, ha kell sötét, ha kell beengedik a fényt, rengeteg apróságra figyeltek, a lengedező szórólapoktól kezdve a rozsdás vérfoltokon át a karakterek körméig. Önmagában jól esik elidőzni egy-egy helyen, például a kórház után az eső áztatta városkép egészen egyedülálló atmoszférát képes teremteni. Persze sok időnk nincs mélázni, mert lépten nyomon ránk tör valami rémség, úgyhogy térjünk át a játékmenetre, mechanikákra. Ugyanazok a teremtmények köszönnek vissza, akik az eredetiben, van itt nekünk Lying Figure, vagyis a kényszerzubbonyos, próbababa, aztán természetesen a nővérkék, velük találkozunk a legtöbbször, de akad még mandarinból néhány, bosszok közül pedig a hússzáj, abstrakt apuci és persze a piramisfej. Sokkal többször keserítik meg az életünket, mint korábban, és gyorsabban is sebeznek, úgyhogy fogjuk iszogatni a gyógyitalokat rendesen. Kicsit talán túl vannak tolva, főleg a próbababák idegeltek ki egy idő után, úgyhogy kifejezetten hálás volt, amikor végre csak sétálni kellett mondjuk a parkban vagy a hotel elején. A harcrendszer egyszerű, tudunk ütni a fahusánggal és az acélcsővel, vannak lőfegyverek, pisztoly, shotgun vagy vadászpuska, illetve tudjuk dodzsolni az ellenfelek támadásait. Sokaknak lehet primitív, de nem igényel többet a játék, így is fejlesztetek a harcokon. Akad, hogy kitapasztalják, hogyan akarod kikerülni a támadást, és megfogják támadás közben az acélcsövet, szóval nem árt résen lenni. Ugyanez igaz a boss harcokra, amik változatosabbak, kreatívabbak lettek, különböző fázisokkal kiegészülve. Szuper például az Abstract Daddy elleni küzdelem, ami egyfelől ad egy képet az Angelával történtekről, másrészt szimpla harcként is működik. A Silent Hill játékok szerves részét képezik a fejtörők, vannak belőlük egészen buták, de piszok nehezek is a franchise-ban. A blueberes arcok nem szórakoztak, itt a legtöbbet vagy átírták, vagy kibővítették. Rengeteg a puzzle, és a legtöbbük élvezetes, némelyik kihívást jelent, de ugyanaz volt a problémám, mint a szörnyeknél. Néha már sok. Az alapjátékban, ha egyfelé lehetett menni, itt minimum 2, de inkább 3 felé, és mindegyik irányjal együtt jár egy feladvány. Értem, hogy ki akarják bővíteni a játékot, hosszabbá tenni a játékidőt, de ha az inkább csak megfogja a tempót, akkor ne tegyék. Remek példa a börtön vagy a labirintus, amiket az eredetiben sem szerettem, itt ez hatványozottan igaz, főleg, hogy minimum dupla olyan hosszúak. Szerencsére a végére elmúlt ez az érzés, illetve a történetmesélés is jobban átveszi a szerepet, ráirányítva a fókuszt arra, ami a játék legnagyobb erőssége. Ez nem más, mint a sztori, de említhetném a komplett lore-t és magát az atmoszférát is. Talán az előd egy fokkal nyomasztóbb, mocskosabb volt, ám itt sincs probléma a hangulatteremtéssel. Akira Yamaoka legendás dallamai, valamint külön ehhez a játékhoz írt zenéje önmagában beszippant az első perctől kezdve, a hangok parádésak, és a már kivesézett vizualitás is gondoskodik róla, hogy valóban Silent Hillben érezzük magunkat. Amellett, hogy James szálán mozgunk, mindegyik karakternek megvan a maga szerepe, illetve a város történetével is ügyesen ismertetik meg a játékost.
Nagyon örülök, hogy számos jegyzetet meghagytak, rengeteg a kikacsintás, például hatalmasat mosolyogtam, amikor megtaláltam a negyedik rész antagonistájáról, Walter Sullivanről szóló újságcikket. A mellékalakok kivétel nélkül hozzák, amit korábban, hanem többet. Angela továbbra is a leginkább tragikus sorsú figura, róla egy külön spin-offot lehetne készíteni. Aki kicsit más lett, az Maria. Ő egy fokkal földhöz ragadtabb, megfoghatóbb, emberibb, kevésbé misztikus, de nekem ez a megoldás is tetszett, mélyebb a karaktere, több érzelem átjön belőle. Nagyon tetszett, hogy a történet is fokozatosan fedi fel magát, csúszunk egyre mélyebbre és telepszik rá a depresszív komorsága játékosra. Ahogy James egyre inkább kételkedik magában, előkerül az ítélkezés, a bűn és bűnhődés, hogy mi miért történt valójában. A sztori mit sem veszített az erejéből. A fájó ráeszmélés az igazságra ugyanolyan sokkoló, mint 23 éve, összetöri az embert, akár csak méri búcsú levele, ami egy igazi emocionális gyomros. Befejezések tekintetében összesen 8 darabot kapunk, ebből 2 új, amit a Blueberry-es csapat hozott. Első végijátszásra 3 epilógus érhető el, a Leave, a Maria és az Inwater. A Leave egyértelműen a leginkább pozitív, van egy szívmelengető oldala és nagyon szép zárás. A Maria abszolút negatív végkicsengés, főleg James karakterét állítja be igazi pöcsnek, ott az utolsó mondat kimondottan nagyot üt. A személyes kedvencem az Inwater, szintén nem túl felemelő, ám talán ez a legrealistább, szintén olyan érzelmi töltettel, ami kicsit megroppantja az embert. A 2 új zárás érdekes, egyik sem rossz, főleg a Stillness tetszett, ami az Inwater testvére is lehetne. Megmaradt a spirituális Rebirth, a Total Poén UFO és a Dog Ending is, de bevallom őszintén ezekre soha nem mentem rá régen sem, és most sem valószínű. Rengeteget lehetne még elmélkedni a játékról, tartalmi szempontból főleg, de a lényeget úgy gondolom kiemeltem. Nem minden elme nyerte el a tetszésem, kicsit a kelleténél hosszabbra nyújtották, de ezzel együtt tudok élni. Sokaknak biztos túl régi módi, nem tetszik a stílusa, kevésbé jók a mechanikái, mint néhány műfajbeli társának, de a Silent Hill 2-nek valahogy így kell kinéznie ma. A Blueberry-es arcok elképesztő mennyiségű effortot beleöltek, újra felépítették ezt a végtelenül komplex világot, tisztelettel bántak az alappal, miközben számos helyen továbbfejlesztették azt. Nincs modern trendeknek való megfelelés, nem lett Resident Evil klón, aminek iszonyatosan örültem, helyette úgy kaptunk egy új Silent Hill-t, hogy közben a régi sem veszett el, megtartva azt a bizonyos eszenciát. A túlélő horror köntös szintén pazarul működik, s mint játék kétségtelenül jobb a régihez képest. Ezzel az oldalával én mindig elnézőbb voltam, kevésbé érdekelt, mert tartsatok sznobnak, de a Silent Hill mindig is inkább egy élmény volt. Egy olyan élmény, ami veled marad, ami miatt mindig vissza akarsz térni ebbe a ködbe burkolódzó, gyönyörű rémálomba. Le a kalappal a Bluebird Team előtt, mert rengeteg energiát fektettek ebbe a remake-be, és nem csalódtam, pedig iszonyat magasan volt a léc. Nem valószínű, hogy annyiszor elő fogom venni, mint a régit, de biztos, hogy párszor még neki fogok rugaszkodni, és borzasztóan örülök, hogy elkészült. Ez lett volna az én kis Silent Hill 2 remake kibeszélőm, kritikám, tesztem. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel, kövess Facebookon, Twitteren vagy akár Letterboxdon, a linkeket megtaláld a leírásban, azt a legközelebb találkozunk. Csácz!